Jó napot kívánok, Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretném bemutatni a Mascar Monster Smart változó kamrás bálázót, ebből a 800, tehát az új 870-es szériát. A Monster változó kamrás, mint ahogy mondtam, ez heveders, három darab végtelenített hevederrel van felszerelve. Egyébként a Mascar Monster sorozatból három féle gép van. Van a Smart a legegyszerűbb, mindegyik egyébként azonos alapokon van. A Monster Smart a legegyszerűbb, azon öt heveder van, és ezek kapcsolódtak, a legfontosabb dolog. A pluszoson azon már három heveder, illetve van a HP, az még extra nagy extra nagy igényeknek, van egy extra erősített kivitel, az a HP-s verzió, mint ahogy mondtam. De most nézzük meg ezt a Smart kivitelt, ez árba a legkedvezőbb, viszont teljesítményben gyakorlatilag tudja a magasabb szintűeknek is a gyorsaságát. Mi a legfontosabb a változó kamrás bálázónál, tehát ez 80-tól 170-es bála méretig van, azért is van a nevébe ez a 7-es, hogy 170-es a maximális bála méret. Magak a 8-as sorozat egyébként a Monsteröknél, mindegyik lehet vezérlése az vagy automata, M700-as monitorral történhet, vagy izobuszos rendszerrel. Tehát a 800-as szériában már lehetséges az izobuszos vezérlés. A korábbi 700-asoknál ez nem. A Smartoknál az egyik egyszerűsítés egyébként, hogy hátul csak egy lemez van, nem kapta meg a többi kivitelnél a burkolatot. Van egy pár apróbb, kevésbé fontos helyen egyszerűsítés egyébként ennél a gépnél. Opcióként ezen a gépen például van egy rendleszorító henger, de egyébként csak egy lemez van itt, de ezt például erre a gépre kértük. Maga rendfelszedőn két oldalt van kerék. Rendfelszedő szélessége, bocsánat, az 2 méter 10 centi, tehát Smart kivitelnél csak a 2.10-es rendfelszedő lehetséges. Maga a kerék az alapból fix kerék, és lehet mint ez, hogy iránykövető, tehát itt ez most, ha fölrakjuk, akkor látszik, hogy ez mozog, ez most szállítási pozícióban van, tehát ide oldalra, ide lehet rögzíteni, és akkor szépen a rendfelszedő oldalán van. Maga a rendfelszedő egy elég nagy teljesítményű, utána, itt próbáljuk megmutatni, tehát egy elég nagy teljesítményű rendfelszedő van, utána pedig egy rotoros továbbító. Smart kivitelnél nincsen szecskázós, de a pluszos és a HP kivitelnél ott lehetséges szecskázós kivitel is. Itt, hogyha a rotornál eltömődés lenne, akkor lenyitható az előkamra. Itt, hogyha nézzük, van egy munkahenger, itt lehet ezt belülről a fülkéből lenyitni, tehát ez a munkahenger szépen lemegy, és akkor meg lehet szüntetni az eltömődést. Itt, hogyha hátul fölnézünk, akkor a hevedereket lehet megnézni, tehát itt látszódnak az 5 darab heveder. Ami ezen a gépen még itt egy érdekesség, itt van egy bála alak visszajelző. Tehát azon lehet látni, hogy a bálát melyik oldalon kell letetni, hogy szép egyenletes bálánk legyen. Ez egy opciós tétel, amit erre a gépre kértünk. Nyissuk fel az oldalát, hogy is működik. Egyébként, hogyha itt még a hátulját nézzük, ezek a bálázók mechanikus kamralakatolással rendelkeznek, tehát nem kell tartatni hidraulikával. Egyébként nagyon könnyű hajtású, sok ügyfelünk
ezeket a gépeket egy MTZ-vel használja. Tehát száraz bála esetén egy olyan 160-as bála méretig az MTZ, egy 90-es turbós MTZ-vel lehet használni. Nyilván, hogyha az ember zöld bálát készít, az nehezebb, ott már nagyobb teljesítmény kell, illetve hogyha pluszos kivitelnél mondjuk szecskázós, az is még egy 15-20 lóerő teljesítmény igényt ráad. Láthatjuk azért egy elég erős felépítésű a gép. Ez a szorító munkahenger, belülről monitorral tudom állítani gyakorlatilag ennek a szelep rendszerrel, ennek a vezérlésével, hogy laza közepű, illetve hogy kemény közepű legyen a bála, illetve tehát a külön a magnyomást tudom állítani, illetve külön a palásnyomást. Az automata láncolajzás az minden gépnél alapfőszereltség, illetve van központosított zsírzó ezen a gépen. Tehát szépen ki van víve, a láncolajzásnak itt van a tartálya. A automatikának a monitora itt található, illetve itt a fülkében folyamatosan visszajelzi a színes monitor, hogy a bála, illetve vagy a kötözés milyen állapotban van. Tehát ott folyamatosan kapunk visszajelzést. Ha a másik oldalra nézünk, de itt is egyébként látszódnak, hogy jó erős láncok vannak, hogyha ide bekukkantunk a lemez mögé, tehát itt is például egy kétsoros lánc megy. Természetesen nagy hajlásszögű kardánnal van szerelve a gép. Itt, hogyha fölnyitjuk ezt a kamrát, ide kell beültetni a hálót, tehát ebbe ül bele. Ez pluszos kiviteleknél itt van egy plusz rész, ahová lehet rakni a póthálót. Például, tehát ilyen apróságukat spóroltak meg a Smart kivitelnél. Ott látszódnak az 5 darab heveder szépen bent, egyébként ezek Continental hevederek. Ha itt a másik oldalt nézzük, akkor látszik nagyon szépen a fő hajtólánc. Itt is emelről is a zsírzó, tehát a csapágyakat szépen központosított zsírzóról egy helyről tudom zsírozni itt is a nehezebben elérhetőeket is, így könnyen elérhető. Könnyen hozzáférhetően meg tudom oldani a zsírzást, illetve itt vannak a nagy hajtólánc. Tehát összefoglalva, ez egy jó nagy teljesítményű bálázó, tehát itt kis bálából, ha most egy 120-as bálát csinálok, akkor egy 80-90 darabot meg lehet óránként csinálni, hogyha van a gép előtt anyag rendesen. Jó, strapabíró, erős felépítésű, gyakorlatilag a Smart-tól kezdve mindegyik azonos alapokon van, azonos a rendfelszedő, a maga a váz, a lenyitható előkamra, tehát emiatt egy jó masszív felépítésű gépről van szó. Gyakorlatilag a Mascarnál ez a Monster kivitel, ezek 10 éve vannak a piacon, és nagyon jól teljesítenek. Köszönöm szépen a figyelmet, amennyiben tetszett videónk, akkor keressék akár a gépeinkkel kapcsolatban területi képviselőinket, nézzék meg honlapunkat, illetve iratkozzanak föl, hogy ha szeretnének értesülni további gépeinkről. Köszönöm a figyelmet!